Közösen énekeljük el a himnuszt, közreműködik Nagy Dóra. Mai ünnepi programunk első szereplői a Család Általános Iskolai tanulói, melyben először a Kikelet népdalkor énekel. Kedves édesanyám, kedves édesanyám, készültél a világ. Dobtál volna bele, a zavaros tisztába. Tiszta vize, mint volna a sebes Dunába. Anya lettem volna, sosem lettem volna, senki meg mondta már. Sebesen forró már, sebesen forró már. Az a misztek babám, katonának veszik. Szervusztok fiúk, szervusztok lányom, Isten veled el. Csak az Isten tudja, csak az Isten tudja, láttak-e még bennem. Kivegyek a Dobertoinak szív. Fertetintem a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazánk, mert a sírat engem az édesanyám. Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni? Hol lakad itt, piros férem kifolyni? Olaszország, közepében lesz a sírom, édesanyám, arra kérem, ne sírj. Hogy mit gondolnak gyermekeink a hősökre és a hazaszeretetről? Az iskola felhívást intézett ezzel kapcsolatban feléjük, akik szüleik, nagyszüleik segítségével ezt nagyon szépen megfogalmazták. Ők olvassák fel saját fogalmazásukat.
háborús hőseink. Az első és a második világháborúban nagyon sok reziben élő férfi vett részt önként vagy kényszer hatására. Harcoltak Szerbiában, Boszniában, Hercegovinában és az orosz fronton, ahová 1000 kilométert kellett gyalogolniuk embertelen körülmények között. Az éhség és a hideg nagyon sok ember halálát okozta. Nehezen bírták a megpróbáltatásokat. Sok embernek az adott erőt, hogy a hazájáért harcol, és várják otthon a szeretteit. Nagyon sok mindenhez kellett alkalmazkodniuk. Ha elfogyott az élelem, azt tettek, amit útközben találtak. A szálláshelyüket ott alakították ki, ahol letáboroztak. Lehetett ez hegyoldal, ahol lyukakat véstek maguknak, hogy alhassanak, vagy éppen elbújhassanak az ellenség elől. Ha nem volt elég lőszerük, sziklákat gurítottak le az ellenségre. A katonáknak nem tudták megadni a tiszteletet azzal, hogy rendes sírokba temették őket, hanem az út szélén árokba, vagy éppen a csatamezőn hagyták őket. Ha valaki meghalt, a parancsnokának jelentenie kellett Budapestre. Ezeket az adatokat a bécsi levéltárban őrzik ma is. Sebesülten, csontsoványan hazatérve, sok borzalomról meséltek az itthoniaknak. Az elesett katonáknak keresztet állítottak a temetőben, amik mögé később almafákat ültettek. Ma a hősi emlékmű őrzi neveiket. 1996-ban Torma Béla bácsi vezetésével elkezdték felkutatni a rezi lakosú katonák múltját. Voltak közöttük olyanok, akikről semmiféle adat nem került elő. Ezeket az információkat a Hősök könyve két kötetében jegyezték le, amelyben bárki utána nézhet ismerőségre. Ezekre az emberekre hősként tekintjük a mai napig is. Cserép János élete. Cserép János az első világháborúban vett részt, szakács volt. Támadás érte őket, teljesen szétlőtték a bunkerüket. A bunkerből egy nyíláson át szabadultak. János bácsi gyalogként volt el haza, és sikerült neki hazajutni. Cserép János felesége Annus néni várta otthon. Zaklatások miatt konfliktusba kerültek a szovjet katonákkal, és az asszony meghalt. A plébános úr elvállalta a temetést úgy, hogy nem tudja senki, és nem szerveztek ceremóniát. Éjszaka búcsúztak el az anyjuktól, amikor harangozás hallottak. Az oroszok ugyanis egy lovat kötöttek a halak közelére, a lovat pedig cicákoltak, és ők hallották a harangot. Reziben a katonák sírja mögé egy-egy almafát ültettek a levencét, és gondoskodtak a fákról. Amikor a keresztek eltűntek, az almafák is elszáradtak. Az első világháborúban, ami 1914-től 1918-ig tartott, Reziből 140-160 főt vittek el. Az emléktáblán 65 fő neve szerepel, de sok emberről nem tudunk semmit sem. Akkoriban nem voltak hadi eszközök, mint ma, hanem lovaskocsival és gyalog mentek akár 1000 kilométert is. Néha magasabb, sziklás domboldalakat is meg kellett mászniuk, és az ágyukat is fel kellett vonzolniuk magukat. Az ellenség közben lőtt rájuk. A második világháborúban 200 főt hurcoltak el, amiből 76 fő esett el, vagy tűnt el. Már 20-25 éves korukban elvitték a férfiakat, és az első frontvonalon kellett harcolniuk. Rezibe 56 fő tért haza, sebesülten, rokkantan. Érdekes Andor bácsi, de Andor Dávid bácsi története, aki a Szovjetunióban volt. Egy lőszerraktárra kellett vigyázni a 40 Celsius fokos hidegben. Már 4 órája nem érkezett.